belső segélynyújtásnak is van világnapja, méghozzá szeptember 2. szombatján. Erről beszélgetünk Kádár Henivel és Gurály Edinával. Sziasztok, sziasztok, jó estét! Jó estét. Hát akkor ünnepre készültök, lehet ezt mondani? Vagy azért ti ezt másképp élitek? Még inkább ennek a dolognak a jelentőségére hívja föl a figyelmet maga ez a nap, a szombati nap. Jó lenne, hogyha az ilyen alkalmak is nagyon hangzatos ünnepek lennének. Mi ezt inkább figyelemfelkeltésre és a népszerűsítésre szoktuk fordítani az ilyenfajta napokat, amikor kap egy-egy ilyen esemény, vagy egy jófajta kezdeményezés egy világnapot. Itt ezen a napon arról emlékezünk meg, vagy arra hívjuk föl a figyelmet, hogy az lenne a jó, ha minden közösségben, munkahelyi, iskolai, vagy akár például egy konditeremben lenne olyan ember, aki, ha valamilyen esemény történik, ami orvosi beavatkozást, mentőhívást igényel, akkor legyen ott egy első segélynyújtó, aki ezt el tudja kezdeni a folyamatot, mentőt tud hívni, és el tudja kezdeni a szakszerű ellátást, ami nyilván nem fogja helyettesíteni azt, hogy orvosi segítséget kapjon bárki, ahhoz viszont nagyban hozzá tud járulni, hogy mondjuk életben maradjon valaki, vérzést csillapítson, akár egy újraélesztést elkezdjen, és addig szinten tudja tartani a sérültet, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik a helyszínre. Azt mondják, hogy Magyarország lakosságának körülbelül a 3%-a képes arra, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben egyáltalán valamit tegyen, és mondjuk tanult, szerintem ettől jóval több ember tanulta az első segélynyújtás alapismereteit, akár mondjuk a gépjárművezetési oktatás kapcsán, akár iskolában, de mintha az történne, hogy amit nem használunk, elfelejtünk, illetve egy olyan helyzetben nagyon sokan leblokkolnak. Mi a ti tapasztalatotok ez irányban, ez ügyben? Igen, nekem is ez a tapasztalatom, hogy a félelem, illetve az első segélynyújtás ismeretének a hiánya az, ami azt eredményezi, hogy nagyon kevesen kezdik meg az ellátást, hogyha bekövetkezik egy egészségkárosodás a helyszínen. Éppen ezért is jó a mi hősképző programunk, amiben próbáljuk átadni azokat a gyakorlati, elsősorban gyakorlati ismereteket, amivel magabiztosságot tudunk adni az érdeklődőnek. Henit, hoztatok mindenféle kellékeket, defibrillátort is például, ami azért most már egyre több helyen elérhető, és valóban életet ment. És ugye az elsősegélynyújtás egyik legfontosabb fogása tulajdonképpen az, hogyha esetleg eszméletlen az áldozat, és úgy tűnik, hogy nem tud levegőt venni, akkor megpróbáljunk életet lehelni bele, ugye ez az újjáélesztés egyik formája. Mutatsz nekünk valamit, amit akár így a televízión keresztül is a nézők mondjuk talán fel tudnak eleveníteni, mint ismeretet, vagy esetleg kedvük van majd bekapcsolódni egy képzésbe? Persze, akkor bemutatom az újraélesztésnek a folyamatát, amit most legyen akkor ez a szituáció, hogy az utcán sétálva találjuk ezt a földön fekvő beteget, és én, mint első segélynyújtó arra sétálok, és meglátom őt, és akkor bemutatom, hogy mit is tudnak tenni ebben az esetben az emberek, míg a mentő a helyszínre érkezik. Jó? No, hát akkor figyeljük, ugye a legtöbben sajnos tovább szoktak sétálni, mert ugye az első reakció az, hogy biztos részeg, vagy ő tehet róla, hogy ilyen állapotban van, de ha belegondolunk, bármelyikünkkel megtörténik, úgyhogy érdemes azért legalább közel menni és megvizsgálni az áldozatot. Na, akkor a tied a terep, Henny, tehát mit kell csinálnunk? Jó napot kívánok, segíthetek? Gyere, légy szíves segíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hív mentőt, megkezdett újraélesztéshez, és ha van a közelben defibrillátor, azt is kérném. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30.
És mindezt addig, míg megérkezik a mentő, vagy esetleg életjelenségeket tapasztalunk a betegnél. Hát köszönjük szépen. Megmondom őszintén, én már attól lezsibbadtam, amikor hátra szóltál. Azt hittem, hogy most el kell kezdenem már most telefonálni és hozni a defibrillátort. Nyilvánvalóan ez egy szimulációs szituáció volt. A részletekről, vagy esetleg több fogásról azt gondolom, hogy egy-egy tanfolyamon, vagy bármilyen módon. Nagyon jó lenne, ha egyébként nem csak tűzvédelmi oktatásban kellene a munkahelyen minden évben részesülnünk, meg ilyen balesetvédelmi oktatásban, hanem akár egy gyakorlati elsősegélynyújtásban is, akkor biztos, hogy ezek az ismereteink ezek szinten lennének tartva. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és kívánjuk azt, hogy a munkátok nagyon sok életet mentsen még meg. Kedves nézőink, lehet gyakorolni egyébként otthon is az elsősegélynyújtást, előtte azonban tartsanak velünk a következő programajánlóban. Idén már a 18. Alma Fesztivált rendezik meg Csengerben. Gasztronómiai kavalkád, mulatós hangulat és Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember előadása várja az érdeklődőket. A kétnapos fesztivált Kowalski meg a Vega élő koncert és retro party zárja. Szeptember 21-én dupla ünnep lesz Rakamazon. 17. alkalommal tartanak Jonagold Alma Fesztivált és 19. alkalommal Városnapot. A nap folyamán fellép Josh, Ronnie, Cini és a Lord zenekar. A koncerteket pedig tűzijáték zárja. A programajánlóból kimaradt az Ajaki Városnap. Ezt most bepótoljuk, mégpedig egy beszélgetés formájában. Nagy szeretettel üdvözlöm Ajak város alpolgármesterét, Takács Károlynét és Rozinka Mihály urat, önkormányzati képviselőt. És hát köszönöm, hogy ennyi mindennel érkeztek ide a stúdióba. Ugye ez már a közelgő városnap ünnepélyes hangulatát varázsolja ide a Weekend stúdiójába. Gyakorlatilag 6 éve viseli tulajdonképpen Ajak a városi címet. És úgy látom, itt az egyik kiadvány címlapján, vagy a nem is tudom, prospektus címlapján, hogy a fiatalok éve Ajakon a 2019-es. Mit jelent ez egész pontosan? Így van. 2013. július 15-től vagyunk város. Azelőtt nagyközségként szerepeltünk. Mit jelent a városi rang? Nekünk elsősorban megtiszteltetést, meg igen nagy kihívást. Megtiszteltetést, hogy megkaptuk, tehát elértük ezt is, hogy Ajakot városi rangra emeljék. A másik pedig az, hogy nagyon örültünk ennek a címnek, mert olyan kihívások elé állított bennünket, akár az infrastruktúrába, de majd erről még beszélünk, oktatásba, kulturális életben, művelődés területén, ami nagy előrelépés Ajak település életében, és mit is jelent, hogy a 2019 Ajak a fiatalok éve. Az önkormányzat minden évben célként kitűz magának olyan feladatokat, amit el szeretnénk kérni. Ajakot is, mint minden más település elérte az, hogy a fiatalok főiskolán, egyetemen tanulnak, és nem mindig jönnek vissza. Tehát vannak üresen maradó házaink, lakásaink, és ebbe az évbe azért fókuszáltunk a fiatalokra, hogy minél több fiatalt visszacsalogassunk, vagy inkább akit lehet, ott tartsunk. És az önkormányzat azért hozott olyan intézkedéseket, amellyel elősegítjük a fiataloknak a Ajakon való letelepedését. Éppen arra gondoltam, ugye, hogy 6 évre visszatekintve nyilván így is nagyon sok olyan dolgot tudnak majd elmondani, ami nagyon szép eredmény, de ahhoz, hogy 60 éves jubileumról beszéljenek majd egykor mondjuk a város vezetője, ahhoz nagyon fontos, hogy ezek a települések életben maradjanak, és ide tényleg az kell, hogy folyamatosan megújuljon, és életkorban se öregedjen el a település. Egy picit azért most erre a 6 évre fókuszáljunk. Mik voltak a legnagyobb örömök, a legnagyobb lépések, mérföldkövek a város életében? Igyekeztünk minden évben olyan programokat szervezni, olyan közösségi programokat szervezni, ahol építeni tudjuk a település közösségét. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak az önkormányzat által szerveződjenek közösségek, hanem Ajak egy kifejezetten vallásos település, tehát az egyházaknak óriási szerepe van nálunk a közösségépítésben, és a civil szervezeteknek is. Az elmúlt 6 évben, mióta a város
vagyunk, város lettünk. Az önkormányzatnak ez egy különösen fontos célja volt, hogy ezeket segítsük elő, létrehozzuk azokat a civil szervezeteket, működtessük, jó kapcsolatot ápoljunk az egyházakkal, és építsük a közösségét, pontosan azért, amit ön mondott, hogy évtizedek múlva is létezzen a település, nem is olyan könnyű ezt itt ugye Szabolcsban megtartani, hogy alpogánstól azt, hogy mondta, az elvándorlás nálunk is igen nagy probléma. A fiatalok tanulnak, hál' Isten, egyetemeket végeznek, és nem igazán tudnak visszajönni. Nagyon, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, mert nyilvánvalóan ez már gazdasági, illetve sok-sok kérdést vet föl ahhoz, hogy milyen munkahelyeket lehet a régióban valóban úgy teremteni, hogy az egy vonzó cél legyen. De most egy nagy ünnepre készülődünk, ugye a Városnapra, és az időnk nagyon fogy, viszont ennek mindenképpen azt gondolom, hogy csináljunk egy kis reklámot, hiszen olyan nagy név lesz például az esti fellépő, mint Rúzsa Magdi, úgyhogy talán egy picit beszéljünk erről a bizonyos Városnapról, mi mindenre számíthatnak azok, akik hajakra látogatnak? A Városnap az igazából nálunk egy nagy családi nap. Ezt megelőzi még, hagyd mondjam el, hogy augusztusban tartottuk a 11. lakodalmas fesztiválunkat, de ez a Városnap most a 6. városnapunk. Nagyon készülünk rá. A tavaly az 5. az évfordulós volt, de bízunk benne, hogy a 6. ez még ütősebb lesz. Mit is jelent a Városnap hajakon? Hát az, hogy a családok feljönnek az iskola előtti tére, a kulturális parkba, gasztronómiai látványosság lesz, nagyon sok szervezet, mint amelyről igazgató úr beszélt. Főzni fognak, sátrakba kiállítják saját jellegzetességeiknek megfelelően a sátrakat, kóstoltatjuk az embereket, meg az odalátogatókat. Egész napos programunk lesz, reggel már zenés ébresztővel verjük fel a falu csendjét, tehát nem csak a kakas fog kukorékolni, hanem a zenészek, a huszárok végigjárják a Jaktelepülés utcáit, az útkereszteződésekben mindenütt táncolni fognak, zenével fogják megállítani a forgalmat. Egész délelőtt már várjuk az odalátogatókat, lovas kocsi fogasztatás lesz ajakon, a kisvonat fog körbejárni, tehát az odaérkező vendégeknek bemutatjuk Ajak település nevezetességeit, látványosságait, tehát délelőtt megkezdődik a főzés, megkezdődnek a gyerekprogramok, mint amit mutattunk műsort, hogy a légvártól, csúszdától, ugrálótól, víziboktól, trambulintól kezdve, tehát népi játszóudvar, csillámtetoválás, tehát minden, ami a gyerekeknek, meg a szülőknek. Minden földi jó. Igen, minden földi jóval igyekszünk ellátni őket. Az ajaki lakodalmas töltött káposzta ezen a rendezvényen is ott lesz. A testvértelepülésünkről, Falkaslakáról a kürtös kalácsos fog érkezni, a kürtös kalácsos egy kis udvart fog felépíteni, ahol ki lehet ezt próbálni a faszínen való kürtös kalács sütést, tehát akár a nyújtást, a tekerést, a forgatást, mindent, lesz látvány sütés, pulykából, birkából, mindenből, tehát mindenkit szeretettel várunk, meg lehet ezt kóstolni, ezeket a finomságokat, plusz azokat a helyi sajátosságokat, a pörköltöket, a kalácsot, a mennyasszony pogácsát, ami nem konkrétan erre az alkalomra illik, de azért, hogy nálunk ajakon az hagyomány, tehát mind prezentálni fogjuk az hát, odaérkezőknek. A polgármester azt mondja, nekem már a diétám lassan itt gondolatban meg is tört, már csak egy időpontot kérünk, hogy mikor kell mindezt szemmel, szájjal, kézzel megízlelni, megkóstolni. Szeptember 21. szombat. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen. Szeptember utolsó előtti hétvégéjén ismét a hagyományos ízeké lesz a főszerep Nyíregyháza belvárosában. A Tirpák Fesztivál hangulatáról a helyi zenekarok mellett a legismertebb hazai mulatós fellépők, a Fási Mulató sztárjai gondoskodnak majd. Református találkozóra várnak minden érdeklődőt szeptember 21-én Nagyecsedre. A programok fogadhajtással indulnak, napközben gasztronómiai és kézműves bemutatók, délután pedig könnyűzenei koncertek várják az érkezőket.
A napot a Csík zenekar műsora zárja. Minden júliusban megválasztják a következő év madarát. 2020-ban a szavazatok közel felével ezt a címet az erdei füles bagoly nyerte el. A témával kapcsolatban vendégünk Petri Láné Barta Enikő. Szia Enikő, jó estét! Jó estét kívánok! Éppen itt arról beszéltünk, hogy milyen jó színed van, de hát ugye ez szakmai ártalom, ha lehet mondani. Egyébként milyen nyarat zártatok? Hát nagyon mozgalmas nyarat. Ugye volt napközis táborunk kettő is a nyíregyházi erdészetnél, az Pál Miklós erdészeti erdélyiskolánál, utána egyéb táborokban is eljutottam, és többek között erdélyi fülesbagyot is gyűrűztem, mert hogy még többek között ez is bekerült a madárhálónkba. Nos, hát egyáltalán erről a kezdeményezésről, erről a szavazásról egy kicsit beszélgessünk. Miért fontos ez, hogy egyáltalán ilyen is van a világon? Mindig egy-egy élőhelyre vagy egy élőlény csoportra hívja fel a figyelmet. Madártani Egyesület kezdte ezt meg, aztán azóta a madarak mellett megválasztják az év fáját, az év gombáját, gyógynövényét is sorolhatnánk tovább. Tehát most már ez egy egész lavinát indított el. Igazából felhívja a figyelmet. Például idén ugye a gólyatöcs az év madara, akkor a szikes tavaknak az élővilágára, ennek a sérülékenységére hívta fel a figyelmet. Most az erdei fülesbagoly kapcsán pedig a fás legelők, a laza bokorcsoportok élővilágát ismerhetjük meg, illetve hát a három bagolyból lehetett egyébként választani, tehát általában az éjszakai ragadozó madaraknak az életét mutatja be jobban a közönségnek. Egyébként azért van mindig júniusban a szavazás, és a júliusban, hogy elő tudják készíteni aztán az egész programot, tehát erre most egy egész program sorozat fog épülni a következő évben. Ugye itt volt a füles bagoly, a kuráli bagoly és a füles kuvik. Igen, és a füles bagoly nyerte a legtöbb szavazatot, aztán a füles kuvik volt a második, és az uráli füles bagoly jócskán lemaradva. Az nem füles, az egyetlen, ami nem füles, az csak simán uráli. Értem. Igen, a füles kuvik is egy tündéri pici kis bagoly, ő is volt már a kezemben néhányszor, sokkal ritkább. Tehát én igazából örülök, hogy az erdélyi füles bagoly lett végül is a nyertes, mert azt azért szinte mindenki már látott. Ha más nem, akkor a fiókáknak a kicsit síró, nyávogó, elesékérő hangját már hallotta éjszakánként, vagy a telelő erdélyi fülesekkel szokott találkozni az ember mondjuk fenyvesekbe, vagy parkokban, hogyha vannak sűrűbb facsoportok. Néhányan morognak is, hogy a bagolyköpeteket takarítani kell utána. De most hoztál itt ilyen mindenféle különlegességet. Igen. Hogy néz ki egy ilyen bagolyköpet? Hát, nem tudom, hogy... Ez egy teljesen szaktalan, kemény valami, a megemésztetlen táplálékot visszaöklendezi általában minden ragadozó. Tehát nem csak a baglyok, hanem az őjüvek is, a különböző emlős állatok is, csak azok általában szétesnek. Uh-huh. Viszont a bagolynak főzsákmánya a rágcsáló, tehát az egér, pocok, egyebek, és azért a szőr az összetartja nagyon sokáig ezt a kis gombócot. Abban egy ilyen kis egérmaradvány lehet, ugye? És abbasz? Akkor ezt is elhoztam, így van, tehát nagyon jó ezt vizsgálni, mert hogyha leáztatjuk róla a szőrt, akkor előtűnnek a különböző koponyadarabok, lábszárcsontok, uh-huh. csípőcsontok, egyebek, és a fogazatból meg lehet pontosan állapítani, hogy egér vagy pocok volt a zsákmányállat. A hozzáértők még pontosan a fajt is meg tudják mondani. Úgyhogy az erdei iskolánkban azért volt már erre példa is, hogy a gyerekek kifejezetten kérték, hogy legyen ilyen foglalkozás, uh-huh. hogy bagolyköpet bonzolász, anyuka legnagyobb örömmel vitték haza a talált koponyákat belőle, mikroszkóban megvizsgálták, hogy redős vagy gumós a zápfog, és nagyon érdekelte a gyerekeket. Az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon jó móka, nyilván bizonyos higiéniai szabályokat azért utána ugye be kell tartani, a kezet mosni meg hasonlók. Neked nem kötelező, de általában, ha egy-két gyerek elkezdte, akkor utána mindenki benne volt. Hoztál tollakat is, ugye? Ha igen, jól látom. Megint csak mielőtt még az év madara lett volna az erdélyi füles bagoly, minden évben természetesen a foglalkozásainkon szeretünk minden érzékszervet megmozgatni, tehát tapintás, szaglás, ízérzéket, és rendszeresen viszek tollakat is a foglalkozásainkra. Itt például egy nappali és egy éjszakai ragadozó madár, tehát egy őv és egy bagoly tolla látható, és el kellene dönteni, hogy melyik. Na, honnan? Ez az én feladatom lenne? Hát meg lehet próbálni. Hát gondolom, hogy a nappali a ragadozó akkor az egy kicsit jobban be akar illeszkedni a környezetébe, nem? Hogy ne legyen annyira feltűnő, és mondjuk ő lehet a nappali, ő meg az éjszakai? Na hát nem. Nem nézni kell, tapogatni. Ja, tapogatni. Mert hogy a zsákmány állatot úgy fogják meg, ugye, hogy a nappali ragadozó madár a szemét használja a zsákmányszerzéskor, az éjszakai a fülét. Na, melyiknek kell csendesebben repülni?
Hát amelyik a fülét használja, tehát akkor puhább sokkal a bagolynak a tolla. Ha picit így megfogod, főleg ott azt a... Hát ez az a puhább, igen. Az a puhább. Tehát tapintásra, ezt akár bekötött szemmel is meg tudják már a gyerekek állapítani, hogy a puhább toll az a bagolytól. Látod, látszik, hogy nem voltam erdei iskolában, de ez hát az, ami késik, az nem múlik. Már csak egy dolog, ők veszélyben vannak? Volt 18 telén egy felmérés, amikor a telelő füles bagoly csapatokat mérték fel, és azt mondták, hogy elég stabil az állapota, egy állománya. 11.500 körül számolták meg ilyen szinkron felméréskor a bagyoknak a számát, csak zárójelben mondom, hogy ebből is csináltam egy feladatot a gyerekeknek, hogyha ezek a bagyok a téli időszakban 2-3 egeret esznek meg naponta, meg kevesebb a zsákmány, kiszámolták, hogy egy ilyen telelési időszak alatt ez a bagoly állomány, ez 2.800.000 kis rágcsálót fogyaszt el, ami, hogyha 25 grammjával számítjuk, az körülbelül 71 tonna, ami 285 darab szarvasbikának a súlyával egyezik meg. Tehát csak úgy mondom, hogy bár nincsenek nagy veszélybe, de vigyázzunk rájuk, nem morogjunk azért, hogyha egy kicsit bagolyköpetesebb mondjuk a fenyünk alja vagy a kertünk, mert például Nyírszülősön, ahol lakunk, velünk szemben kivágtak egy almást, ahol rendszeresen 15-20 füles bagoly telelt, és utána egérinvázió volt. Tehát ahogy eltűntek a bagyok, megjelentek a rágcsálók. Erre gondoltam, tavaly 4 egeret vadásztunk hónapokig, és akkor nagyon jól lett volna pár bagoly a közelben. Hát én azt gondolom, hogy gyönyörű feladatotok van, mert igencsak veszélyben levő földet az a generáció tudja megmenteni, akik most nőnek föl, és nagyon sok olyan megosztást látok, ahol a gyerekek kérik a felnőtteket, hogy vigyázzanak erre a bolygóra, mert ők is szeretnének még nagypapák és nagymamák lenni, úgyhogy az erdei iskolában sok-sok ilyen fiatal nevelkedik majd. Köszönjük, Enikő, hogy itt jártál. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Szeptember utolsó hétvégéjén ismét káposztás napokat tartanak Demecserben. Az elmaradhatatlan káposzta gyaluló és taposó verseny mellett káposztás ételek sokasága, kirakodóvásár és olyan mulató sztárok várnak minden érdeklődőt, mint Kisgrofó, Roberto, a mulatós masször és Curtis, a retro vonalat pedig az UFO együttes képviseli. Ha szeptember vége, akkor Szilva nap Tarpán. Idén szeptember 28-án, már 16. alkalommal. A Légvár színpadon többek között Funkadelé és a Karmapirin, a nagy színpadon pedig a Four Four Dance, Szalonna és Bandája, valamint szabadtéri retro diszkó várja a Szilva szerelmeseit. Múzeumok határok nélkül címmel tartottak múzeumandrológiai konferenciát a József András Múzeumban. Országosan ez a 8. nemzetközi szinten, pedig a 4. volt, a részletekről pedig Rémies Tibor igazgató urat faggatom. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi volt a célja tulajdonképpen ennek a konferenciának? Hát úgy, ugye kevesen tudják, hogy a múzeumoknak az a célja, hogy nem csak a diákokkal foglalkozzunk. Ez a köztudatban azért eléggé jól bekerült már a múzeum pedagógia, és hogy a diákok másképpen, diákoknak másféleképpen tartunk foglalkozásokat, mint az iskolában. Tehát sokkal szabadabban, sokkal a korosztályoknak megfelelő műtárgyakat mutatunk be, és hát próbáljuk oda csalogatni ugye a diákokat a múzeumba. És ugye nagyon sok múzeumban most már elvárás az is, hogy ezen túl a felnőttekkel is kell foglalkozni. Tehát a diákpadból kikerült felnőttekkel is, és ezt a stúdiumot hívjuk ugye múzeum andragógiának. Ezt immár, ahogy mondta is, 8. alkalommal rendezzük meg itt Magyarországon. Ez elég gyerekcipőben jár, tulajdonképpen 10 évre tekint vissza ez a stúdium, és 10 éve próbáljuk megvalósítani azokat a módszereket, hogy lehet megfogni a felnőtteket arra, hogy visszajárjanak a múzeumba, és természetesen ez nemzetközi szinten is nagyon jó példák vannak erre. Az jutott eszembe, elnézést igazgató úr, hogy vajon miért volt erre szükség? Az emberek inger küszöbe lett magasabb, és már nem elégszenek meg azzal, hogy bemennek a múzeumba, és bocsánat, elszédelegnek egyik tárlatról a másikra, vagy egyszerűen magát a múzeumokat kell vonzóbbá tenni, mert valahogy elszippantja az érdeklődést mondjuk egy virtuális világban való kalandozás, vagy a számítógépekkel való játszadozás. Tehát mi az oka ennek, hogy foglalkozni kell az emberekkel? Egyrészt a múzeumokban a tevékenység gyökeresen megváltozott.
ahogy mi is hangoztatjuk ugye a József András Múzeumban, hogy a nagy kulturális attrakciókat szeretnénk idehozni a látogatóknak, és azzal egyre több felnőtt is, egyre több diák is bejön a múzeumba. Tehát régen, hogyha egy felnőtt embert megkérdeztünk, hogy jár-e a múzeumba, hát azt mondja, járni nem járok, de voltam már egyszer, amikor az általános iskolából elvitt a tanítónéni. Na hát a szlogenünk is erre vonatkozik, hogy ahová visszatérni érdemes, ez a múzeumunk szlogenje, ugye, ezt többször szoktam hangoztatni, és ez nem csak a diákokra vonatkozik, hanem a felnőttekre is. És a felnőttek is egyre többet élnek ezzel a lehetőséggel, és ha már eljönnek a múzeumba, akkor ezen a múzeum andragógiai konferenciának is az volt a kicsengése, hogy aktív látogatói legyenek a tárlatainknak. Akár mondjuk úgy is el lehet ezt képzelni, mint egy bérletet a színházba, hogy akár bérletet is lehet váltani, és akkor a különböző kiállításokra gyakorlatilag már csak azzal belépni? Vagy most egy ötletet adtam, igazgató? Nevezhetjük ennek is, bár bérletet nem szoktunk osztani. Mindenki megválogathatja magának, ugye, hogy melyik tárlatra és mikor jön be. De ha már a bérletnél tartunk, azért nálunk ennek nagy hagyománya van. Van egy nemes társaság, akiket úgy hívnak, hogy a múzeum baráti körösök. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki a bérletre gondol, és rendszeres látogatója szeretne lenni a múzeumnak, és akkor én azt javasolnám, hogy a múzeum baráti körbe lépjen be, és akkor egyetlen egy tárlatot nem tud kihagyni, és minden rendezvényünket, mindig meg szoktuk őket hívni, mert ő tényleg aktív részesei a kiállításainknak. Az jutott eszembe egyébként ugye az év múzeuma címet viselő József András Múzeummal kapcsolatban, hogy olyan fantasztikus és tényleg különleges művészeti csemegék vannak most már terítéken, hogy azt is el tudom képzelni, hogy valaki addig, ameddig a tárlat tart, többször is regisztrál, például akár a Színyei kiállításra, meg ki tudja, hogy mikor láthat ennyi festményt így egy helyen, mint most. Nem beszélve arról, hogy most ugye a Színyei kiállításunkra 80 alkotást tudunk bemutatni. Nem biztos, hogy egyszerre befogadja egy felnőtt ember is ezt a 80 alkotást. Ezért külön előadásokat szervezünk rá, hogy mélyebben megismerjék a látogatóink színjeinek a világát. Ezért valószínűleg többször is el lehet jönni, de úgy is el lehet jönni, hogyha valaki csak magányosan megnézi, mert úgy szereti a kiállításokat, de hogyha a családjával szeretne eljönni, ez alatt a 3 hónap alatt mi családi hétvégeket is szervezünk. És akkor együtt a gyerekekkel, a feleséggel vagy férjel, nagypapával, nagymamával természetesen, az megint egy más millió, amikor így jön el az ember. Hát gyakorlatilag nem nagyon van olyan, amit szerintem még kérdezni tudnék, hiszen igen, tényleg szinte mindenre gondoltak. És valóban az jutott eszembe, hogy sokszor van úgy az ember, főleg ha ekkora csodákat lát, hogy tényleg telítődik, és valahol úgy érzi, hogy már még egyet nem tudok megnézni, mert tele csordultig van a lelkem, és, és kell egy újabb alkalom, amikor egy kicsit... De azért erre vigyázunk. És mindig más kiállítást hozunk, és mindig motiváljuk a látogatóknak, hogy jöjjenek el, mert tényleg érdemes meg. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, mi is próbálunk sok érdekességet belesűríteni a weekendben, remélem velünk tartanak jövő héten is. Ugyanebben az időpontban újabb érdekességekkel és programajánlókkal jövünk majd, például a Bringaváros 7.1-jel. Tartsanak velünk akkor is, kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok a kollégáim nevében is, viszontlátásra.